A Verese Színház csoportterápia című előadásával indult a nyári művészeti fesztivál a Makkálmán mozi udvarán, mely a következő hét minden napjára tartogatott valamilyen programot közönsége számára. Tavaly nyáron találtuk ki tulajdonképpen, hogy ebben az évben egy hetes nyári művészeti fesztivált szervezünk. Tavaly egy nagy sikerű színházi előadásunk volt itt a mozi udvaron, amit direkt ilyen rendezvényekre csináltattunk meg, és akkor gondoltuk, hogy jövőre, tehát ebbe az évben egy egész hetes művészeti fesztivált rakunk össze. Szinte minden művészeti ág szerepel itt az egy hét programjában. A fesztivál keretét két színházi előadás adja, a Veresegy Színház előadásait hívtuk meg. Miért a Veresegy Színház? Azért, mert a színház igazgatója Berettyó újfalói születésű, Venyege Sándor, és tavaly is nekik volt a nagy sikerű Ankónai szerelmesek. Most ebbe az évben, a mai napon a Csoportterápia című darabot hozták el nekünk, és a jövő hét vasárnap pedig a Nem most drágám című komédiával zárják a fesztiválunkat. Adott a helyszín, ha már kertmozit nem tudtunk csinálni, akkor csinálunk szabadtéri színházat, béreljük a mögöttem látható mobil nézőteret. Nagyon praktikus, mert sokkal jobban látnak róla a nézők, illetve most sikerült beszereznünk egy mobil színpadfedést, egy pályázatból sikerült, amire már nagyon régóta készültünk, és most egy rohus pályázat segítségével sikerült megvásárolni. Úgy még a napot is átkozod, amikor eldöntötted, hogy eljössz ide, mert tönkre teszi az életedet ez az örökös faggatózás. Nem érzed azt, hogy arra vágysz, bár csak örökre eltűnik a föld színéről, és soha többé ne hallanál rólam? Minden esetre már alakul. Szóval, milyen az orvos? Mondom, semmi különös, tök átlag, doki. Jó estét! Jó estét! Egy kicsikét elkéstem. Nem késtem volna, csak amikor így 45 km/h vagy afelett fúj a szél, akkor nagyon könnyen lehet kapni pariátitis abdominis a levegőbe terjeszkedő mikroszkómák miatt. Hát ez minden körülmények között szeretném elkerülni, hiszen így is rajtam ő egy tuberkulózus prefes. De azért mégiscsak ideért a doktor úr. Hogy? Jó, hogy már elkezdték. Nem, mert nem kezdtük el. Megkaptuk az üzenetét, hogy késik. Ja, hogy már ennyire elkezdték, értem? Értem. Hát persze, akkor egy pillanat, mennyi is az idő most? 19 óra 16-os. Akkor ez lesz az. Na, hát akkor... Hol is tartottak? Hát azt már megtudtuk, hogy a hölgy korábban szeretkezett a doktor. Szeretnék befejezni, vagy elkezdeni a terápiát, doktor úr. Most melyiket? Elkezdeni. Elkezdeni a terápiát. Mielőtt elkezdenénk, doktor úr. A színház elsődleges funkciója a szórakoztatás. Az, hogy ez milyen formában megy, ez egy zenész színház, ez egy mélyebb, intellektuálisabb szórakoztatást nyújtó előadás kereteink keresztül, vagy egy vígjáték, egy bohózat kereteink keresztül, az egy más dolog, tehát ott vannak különböző hangsúlyok, de alapvetően a néző nem erre takar vágni magán, amikor beül a nézőtér és megtisztel minket azzal, és egy ilyen fesztivált is megtisztel azzal, hogy 2-3 órát a szabad idejéből nekünk ajándékoz, hanem ő szórakozni jön, és ezt tiszteletben kell tartani. És ő bizalmat szavaz a jegyével, ez még egyszer egy nagyon fontos dolog. Szinte lehetetlen együtt élni ezzel az állapottal. Én próbálok tenni ellene, de semmi siker. Mentetetlen vagyok. Mentetetlenül kövér. Mi van? Buci baba röfi coca. Sine futó harci koca. Tömör gyönyör tankaraka. Donna donna zsönne benga. Digi dagi husi musi. Donna baby duci uci. Mázsa bőzse dömper bödön. Hentes üzlet hely a köbön. Vagyok én a tehén helé, két lábon járó szénhidrát, tank egy állami gazdaság. Ugorj át, ne kerülj meg, hidd el, a sokkal könnyebb. Ugorj át, ne kerülj meg, egy csepp folyó súlyt felesleg. Ugorj át, ne kerülj meg, egy gömbvillám, egy nagy húshegy. Egy gombóc arturné, guruló zsírbüfé.
Az estén a váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos epizódokban bővelkedő történetet Pál Tamás, Molnár Gyöngyi, Balázs Andrea, Krajnik Balog Gábor, Zorgellenikő és Mészáros Árpád Zsolt előadásában láthatták. Ez a Csoportterápia című musical comedy. Mondhatom azt, hogy a legújabb magyar musical. Szentevaj, Galambos Attila és Bolba Tamásnak a szerzeménye. Egyébként a Madách Színháznak egy musical pályázatán indult annak idején, és ez a darab nyerte meg, és a Madách Színház egyből műsorra is tűzte. És azóta nagyon sok magyar színházban bemutatták, és ezt mi januárban mutattuk be Veresegyházon, a Veresegy Színházban. Ez rólunk szól, rólad, rólam, kedves nézőről, közönségről, az egyes emberről, a közösségről, egy csoportterápiáról szól, ahol bejön 6 páciens, de hiányzik az orvos. És természetesen ezek a páciensek, ezek a szereplők, egyes figurák, ezek ilyen archetípusai, különböző pszichiátriai kórisméknek, amely pszichiátria esetek, vagy pszichológiai esetek egyébként mindannyiunkban benne vannak, kiben így, kiben úgy, kiben ez, kiben az. És ebben az a nagy találmány, hogy a néző, amikor nézi ezeket a figurákat a színpadon, akkor ráismer vagy saját magára, de általában azt mondja, nem, ez nem rólam szól, ez a szomszédomról szól, vagy a szembeszomszédról, vagy a anyósomról, vagy valaki másról. Tehát az a lényeg, hogy és ez a színháznak egyik legfontosabb lényegi összetevője, hogy tartsa a valósággal a kapcsolatot. Tehát itt tényleg érintett a néző. Miközben egy édesbájos történet, tartalmas történet, mély érzelmek vannak benne, ugyanakkor roppant szórakoztató és nagyon humoros. Álompasi! Álompasi a mindenkinek van! Ó, nem, én nem kérek sokat, nem szabok feltételt, olyat küldj nekem, aki híres, szőke, szép. Labdába rúg nálam a népszerűség, imponál nekem, olyat küldj, mint David Beckham. Ó, Beckham, ó, Beckham, ó, de bekkenegetném az aranylabdáit. Hát te, Natasha? Nem, én nem kérek sokat. Szavok feltételt, olyat küld nekem, aki szörnyen gazdag és vesz majd egy országot, ez észszerű kérés, vár fenn a létsz. Olyat küld pont, mint a Bill Gates. Csak jó képű, készség. Udvarias, gáláns és gyakorlatias, mégis néha álmodozó. Vágyakozó. Minimum 180 centi, elképesztően szentimentális. Ám te férfias, aki nincsen férfi has. Ó, csak ennyi kell egy hódító. Na jó, meg plusz egy fehér ló. És tejetti, Zsuzsi. Ó, nem, én nem kérek sokat, nem szabok feltételt, olyat küldj, hogy a haja lágyan szembe lóg. Rám néz, elájultam a csókja, mint egy Oscar díjas nip. Olyat küldj nekem, mint Brad Pitt. Oh. És te, Sissi, biztos te is álmodozol a tökéletes, hát kizért. Nem, én nem kérek sokat. Nem szabok feltételt, olyat küld nekem, aki táncol, énekel. Lezseren, hűvös és édes, mint egy szép nagy pohár sét. Pont, mint Justin Timberlake. Talált, süllyedt, igen. Csak jó képű, készséges, szép és egészséges, lovagias, udvarias.
aljas, mégis néha álmodozó. Vágyakozó, vágy fokozó. Minimum 180 centi, elképesztően szentimentális, ám de férfias. Aki nincsen férfi has. Ó, csak ennyi kell egy hódító. A másik előadás az az a Ray Cooney-John Chapman szerzőpárosnak a Nem a zsrágán című előadása, darabja. Ez a Veresegy Színháznak az első előadása volt, 2011. október 4-én ezzel indultunk, és hogyha én most is azt vallom, hogyha nem ezt mutatjuk be annak idején, akkor lehet, hogy most nincsen Veresegy Színház, mert ez az első pillanattól kezdve nagy, nagyon nagy közönség sikernek örvendett. Itt azt hiszem a 84. vagy 83. 85. előadást játsszuk belőle. Azóta is töretlen sikerrel játsszuk mindenfelé az országban és a határokon kívül is. Ez egy klasszikus angol társalgási vígjáték. Egyébként a Miniszter félrelép című filmet talán a kedves néző is láthatta. Ray Cooney az, aki az egyik szerzője ennek a darabnak. Szerintem az egyik legjobb angol vígjáték. Egyébként akkor íródott, amikor én születtem. Tehát 52 évvel ezelőtt. De nagyon jó. Csonka András és Mihályfi Balázzsal a főszerepben mutatjuk be, és hát ez két különböző műfaj, éppen ezért próbáltunk olyat hozni, ami egyrészt egy zenés, kicsit mélyebb, a másik pedig egy kifejezetten ilyen térsapkodós nagy bohózat. Na most ilyenkor van az, hogy a siker van, mondom, a siker van. Ha siker van, akkor ilyenkor megismételik az egész refrént, ha múlt. Ne! De! Gyere! Itt a nagy pillanat, szól minden hangszerű a hangulat, felemelő. A látomás nem vitás, rögtes a körbe döngött. Érted? Hát véget értem! Dől a régi, jaj, de szép. Siker! Nagy profit, de nézni kell, hogy vár egy új, egy szebb jövő. Hol a